Szoktak káromkodni? Beszólni másoknak? Miért? Elgondolkodtak már azon, hogy amikor lekurva anyáznak valakit, pontosan honnan származik ez a sértés és miért született? A mi világunkban már mindennapossá vált a káromkodás. A mai kommunikációban becsúszik néha egyet, szop ki a faszom, vagy basszad meg. És ezt mind Ralph McBossnak köszönhetjük. Ha elviselkedsz, kisfiam. Ez baszom hozzád. Jól nézd meg, ne akart közelebbről. De apa, ez micsoda? Nem micsoda, hanem mi a fasz, ezt tanuld meg, fiam. A McBoss család elindított egy folyamatot. Innentől kezdve cifrábbnál cifrább káromkodásokat találtak ki. A kis McBoss tovább vitte apja munkásságát. Jó napot, geci. Meghoztam a pizzáját, maga narancsfej. McBoss a káromkodást mindig is kedveskedésnek tartotta. Úgy gondolta, nem elég hatásosság, így írt pár még cifrábbat. Elnézést, kedves fasz, megkérdezhetem, hogy mennyi az idő? 7 óra, rohagy ketté, buzi. Köszönöm, maga faszláda. Udvariasság volt annak idején káromkodni. Ne haragudj, Eleki, kérlek, figyelj a kurva anyádat, mert most szétbaszhatom az egész házat, rohadjál meg. Milyen kedves. A káromkodást a mai világban sértésnek veszik. Pedig annó ez is illemszabály volt. Tehát, hogyha maga lekurva anyázza a szomszédot, és ő megkérdezi, hogy miért, maga csak annyit mond erre, hogy udvarias volt. A viszontlátásra basszák meg.